Dr. Bálint József mai, azaz hétfő reggeli tájékoztatóján elsőként a városunkat is érintő OLAF jelentésről beszélt a sajtó képviselői előtt. Elmondta, hogy mint az köztudott, a vizsgált beruházással kapcsolatban 2017. október 6-án önkormányzatunk megkapta a bizottság tájékoztatását az állítólagos szabálytalanságokról. Ezzel kapcsolatban a városvezetés észrevételeit november 2-án megküldte az OLAF számára. 2018. első 10-én tájékoztatott az OLAF a vizsgálat lezárásáról a polgármestert. Idézem, a vizsgálat eredményei alapján az OLAF úgy határozott, hogy a vizsgálat ajánlással zárja le. A végleges vizsgálati anyagot és az ajánlásokat a magyar kormány kapta meg, tehát nem az önkormányzat. Ezt az anyagot az önkormányzat így nem ismeri, és jelenleg sincs tudomása, hogy a magyar kormányzat milyen intézkedéseket tesz ez ügyben. A polgármester hozzátette, Kalocsának is érdeke, hogy a fenti ügy tisztázásra kerüljön, és az esetleges szabálytalanságok esetén meg fogják tenni a szükséges intézkedéseket. Mi nem kampány alapján dolgozunk, hanem az okiratok alapján, és amikor az okiratokat megkapjuk, illetve a kormány intézkedését, tudomásom szerint a legfőbb ügyészség elrendelt egy nyomozást ebbe az ügybe, tehát már valami megindult, és amikor ennek vége lesz, illetve hát lezáródik a vizsgálat, illetve ennek nem csak büntetőjogi vizsgálata folyik, hanem ugye épp a felhasznált pénzeszközöknek a esetleges visszafizetése vagy nem visszafizetéséről is. Ebben az esetben eljárunk, és amennyiben itt helyben is voltak felelősei vagy vannak, akkor a megfelelő intézkedéseket meg fogjuk tenni. A múlt csütörtöki képviselőtestületi ülés eseményei kapcsán a dr. Angeli Gabriellát érintő változások tekintetében pedig a következőket mondta el tájékoztatóján dr. Bálint József. Nem az Eliosz, és ezt újra kihangsúlyozom, ugyan nyilvánosságra hozatal miatt került sor az intézkedésekre, hanem mint a baloldali képviselők, mind a polgármesternek vele szemben bizalomvesztés következett be. Tehát nem csak a polgármesternek, hanem a baloldali képviselőknél is bizalomvesztés következett be. Úgy értékeltük, hogy a képviselői munkájában nem a város érdekét részesítette előnybe, hanem az önös érdekét. És mivel az őt érintő kérdéseket az önkormányzat zárt ülés keretében tárgyalta, így most sem kívánt további részletekbe bocsátkozni a polgármester. Hozzátette, az ügy kizárólag a testületet érintette, a képviselő bizottsági pozícióiból történő visszahívásában született, 11 egyarányú döntés pedig bizonyítja, hogy a témában egységes volt a grémium véleménye.